Égnek álló különleges hajkorona, rengeteg lak, nagy váltömés és igéző szemek. A 80-as évek egyik legnagyobb zenei csillaga, most már egészen más külsővel, de itt ül mellettem a stúdióban. Izgatottan várom, hogy mit mesél majd magáról, de előbb íme egy kis múltidézés Sissy Kecsel. Annak idején, még a 80-as évek közepén sokan hangosították fel a rádiót, amikor ezek a dallamok szóltak. 1985-ben popcsillag született. Sissy Kecs igéző tekintetével megbolondította a srácokat, a lányok pedig frizuráját utánozták több-kevesebb sikerrel. És a sztár most több mint 22 év után ismét Magyarországra jött, a frizurája már nem a régi, de azért 45 éves kora ellenére szebb, mint valaha. Annak idején nagyon jól éreztem itt magam. Régen volt ez már sok-sok éve, de azért arra emlékszem, hogy szerettek itt engem. Úgyhogy örülök, hogy megint eljöhettem ebbe a gyönyörű városba. Bétót László a korszak legnépszerűbb rádiós zenei műsorát szerkesztette és vezette. A hallgatók elvárták, hogy Sissy Kecs dalai mindig szerepeljenek a menüben. Nagyon sokszor kérték, és akkor az akkori diszkokban is sokat kellett játszani. Most a retróban is sokat kell játszanom, hál' Isten. Nagyon jó zenéi voltak, és valóban időtálló slágerek, amikor nagyon jól lehet táncolni, lehet a szövegét megtanulni, akár énekelni, a refrént mindenki ismeri, hogy nagyon jó ki volt találva a hölgy. Az énekesnőt a Modern Talking egyik frontembere és kitalálója Dieter Bohlen fedezte fel. Ő adta neki a Sissy Kecs nevet is, eredetileg ugyanis Caroline Katarina Müllernek hívják. A popcsillag két koncertet is ad nálunk, pénteken Budapesten, szombaton pedig Kecskeméten lép fel. És már a reptéri váróban is egyértelműen kiderült, hogy még így 20 év után is népszerű, rajongók várták őt autogramért és egy közös fotóért. Biztos, hogy a legnagyobb slágereimet is eléneklem majd, hiszen ezeket a dalokat szeretik az emberek. A mai napig kérik tőlem, én pedig imádom elénekelni. Nem tudom még, hogy mi lesz. Kicsit pihenek, aztán talán körülnézek a városban. Attól függ, hogy mennyi időm lesz, de a városnézést nem hagynám ki. Az énekesnő innen egy belvárosi hotelbe igyekszik. Ma sűrű nap vár rám, hiszen a mostani interjú után este már várják a rajongók, akiknek azt ígéri, felejthetetlen élményben lesz részük. Vendégem Sissy Kecs, aki szinte semmit sem változott, sőt, csinosabb, mint valaha. Üdvözlöm! Nem először jár nálunk Magyarországon. Hogy tetszik a Magyarország, Budapest? I do have some memories. Nos, valóban van néhány emlékem a városról. Emlékszem, hogy akkoriban iszonyú jó időket éltünk, nagyon nagy szeretettel fogadtak engem. Emlékszem, hogy rengeteg autogramot osztogattam. Emlékszem, hogy egy óriási áruházban voltunk, akkor egy kétemeletes áruházban. Akkoriban még a szüleimmel jöttünk ide. Olyan sok ember volt körülöttünk, hogy mindenki rázta, lögdöste azt a kocsit, amíg oda tudtunk jutni, nagyon meg voltunk ijedve, hiszen egy hatalmas tömeg, óriási, nagyon sok ember várt minket, és valóban el voltam képedve ezáltal a népszerűség által, és valóban egy elképesztő élmény volt. Nagyon jól éreztem magam, hogy ennyi autogramot osztogathatok. Most egyedül érkezett Magyarországra, ezt meg tudhatjuk? Nem, valójában nem egyedül jöttem, hanem a csapatommal együtt jöttem, akikkel együtt fogunk fellépni majd a színpadon. Ez egy rapperből, egy énekesből áll, illetve természetesen a tourmenedzserből, és természetesen a hangmérnökünk is van itt van velünk. Legenda, vagy hát nem is legenda, ez talán így is van, hogy ön Dieter Bohlen fedezte fel. Hogy történt ez pontosan, mi történt akkor, és hogy nem lett fodrász, mert ha jól tudom, az akart lenni. Elnézést, meg tudná ismételni a kérdést? Uh,
It actually happened at a performance in Hamburg. Ami azt illeti, egy hamburgi koncerten történt a Dieter Evo találkozás. Egy akkori csoportom, a csapatommal együttesen lépne ott fel, utána megkért engem, hogy első single felvételmet felvegyem, rögzítsem, ami az I Can Lose My Heart Tonight, ami gyakorlatilag a születésnapon került kiadásra, ami július 21-én volt, úgyhogy ez volt az első slágerem, nagyon elképesztő volt számomra. Tartják még a kapcsolatot Dieter Bohlennel? No, actually don't nem, az igazság, hogy nem tartjuk a kapcsolatot. Ami azt illeti, nagyon sok időt töltöttem Angliában, nagyon sok évet éltem ott. Mostanra értem vissza igazság szerint Németországba, Belgiumba, de már nem tartjuk a kapcsolatot. Egy kicsit megkérném, hogy beszéljen arról az első sikerről, ami, nem tudom, váratlanul jött? Well, my first hit was I Can Lose My Heart. Nos, az első slágerem az I Can Lose My Heart Tonight volt. Egyik napról másikra ment végbe minden. Természetesen Dieter Bohlen akkor már egy befutott, sikeres zenész volt a Modern Talking-gal. Released a single and shortly thereafter és miután kiadtuk ezt az első nagy slágert, utána az első lemez és a német slágerlisták első 5 helyezettje közé bekerült. Nagyon szép időket éltem meg akkoriban. Akkoriban és ma is nagyon sokan mondják azt, hogy egy szexszimbólumról van szó, ugyanaz. Mit szól ehhez? Milyen érzés ez?